Szeretettel köszöntök mindenkit. Találgattuk, hogy milyen témakörben szóljak. Hát aztán annál maradtunk, hogy a hit, hitetlenség témakörében, ami egyébként mindig időszerű. A tavalyi év nálunk a hit éve volt, 12-től átnyúlt 13-ra, de a protestáns testvérek is örömmel fogadták ennek a gondolatnak a megerősítését, illetve ennek az erénynek, hiszen mindannyian hitből élő emberek vagyunk, és a hitünk megerősítésre szorul. Hinni az emberi tulajdonság. Azt lehet mondani, hogy a felnövekvésünkhöz, emberi válásunkhoz a hit szükséges, hogy elfogadjuk azt, hogy bennünket szeretnek, gondoznak, ápolnak, és ez hitre épül, és az első ismereteinket is mindig hittel fogadjuk, sőt, még a természettudományos dolgokat is minden kisdiák úgy fogadja, hogy elhiszi. Tehát a legnagyobb tudósaink se azzal kezdték, hogy a tanárokat megkérdőjelezték volna, és azt mondták volna, hogy én ennek utána járok, majd ha megbizonyosodtam róla, hogy a Pitagórás tétele az úgy van, akkor elfogadom. Nem, elhittük. Egy csomó dolgot elhiszünk, legfeljebb a tudósok is utána szokták igazolni. Tehát a minden napjainkhoz hozzátartozik a hit. Ahogy ide befordultam a térre, kérdeztem az embereket, hol van a városháza, és azt mondták, vagy a megyeház, azt mondták, ott van. Hát nem az ellenkező irányba indultam, pedig arról az emberről semmit se tudtam. Elhittem neki, hogy ott van a megyeháza. Ez egy természetes hit, és ami nagyon hozzátartozik a mi életünkhöz, az a nagy problémája például a mostani életünknek, hogy ki kezd kiveszni még ezért a szinten is a hit, hát nem véletlen, hogy mindent le kell papírozni. Tehát olyan papírhegyeket gyártat velünk az Unió, mert mindent kell igazolni. Van olyan pályázat, hogy amikor megnyerjük, utána még egyszer aláírok minden lapot. Van úgy, hogy kétszer rajta van a nevem, de mindenre. És végül is ez nem csak, hogy egy nagy időpazarlás, hanem egyáltalán embertelenné teszi az életünket, hogy mindent most már igazolni kell. Készített velem a napokban egy riporter egy hát, előadást, és hozott magával egy fényképészt, aki azért fényképezett le bennünket, hogy a riportert igazolja, hogy valóban ott volt és készítette velem az előadást. Hát ide jutottunk. Na most, nagy baj van, hogyha ezen a szinten is már kikezdik a bizalmunkat a másik ember iránt. A vallások szerte a világon, és amióta az ember él, valamiképpen hitre épülnek, és a transzcendencia, ez egy olyan szó, amit már mindenki tud, tehát, hogy a földi életből kimutató valóságokra mutat a transzcendencia, az minden valláshoz valamilyen formában hozzátartozik. Nem csak a monoteista vallásokban, a kereszténységben, zsidóságban, iszlámban, hanem az összes többi világvallás valamiben hisz valami istenségben, vagy szellemben, vagy nirvánában, ami kimutat ebből a világból. És ez az emberrel egyidős, mert annak a valósága, hogy mi eltemetjük halottainkat, és kezdettől az ember itt válik el az állatvilágtól, hogy eltemeti a halottait, az egy hitre épül. És ott már valamilyen formában megjelenik a vallás. Aztán egy másik magasabb szinten, a kinyilatkoztatott vallásban, nevezetesen az ószövetségi vallásban, a hit nagyon komoly szerepet kap már, mert ott az Isten kinyilatkoztat, elmond valamit, akár Mózes által, akár a proféták által, és aki azt igaznak tartotta, az hívő emberré vált. Mi gyakran használjuk ezt a szót, hogy amen.
Az amen az nem csak a szép beszédeknek a befejezése, hanem az annyit jelent, hogy úgy van, ez igaz, hiámin szóból van, és az igazi ószövetségi gondolkodásban a hit így ilyen formában nem is szerepel, mint ahogy mi hiszünk, hanem ők azt mondták, amit az Isten mond, az úgy van, az igaz. Hé, ámin, mondták mi, ebből vettük az amment. Na most, az új szövetség ezt a hitet elfogadja, de fölülmúlja, hiszen Jézus Krisztus föllépésével mindig hitet követelt. Amikor tanított, amikor csodát tett, hitet követelt, és mindig megdicsérte azokat, akik hittek. Sőt, néha emberi természete szerint elcsodálkozott azon, hogy egy pogány ember jobban hisz, mint egy zsidó. Azt mondja, ekkora hitet, mint amit a kafarnaumi százados mondott, talán ismerős a történet, azt mondja, mégis gyere el, nem kell neked eljönni, hogy meggyógyítsd a szolgámat, mert te úgyis meg tudod gyógyítani, hogy el se jössz. És azt mondja, ekkora hitet nem találtam egész Izraelben. De Jézus mindig hitet kíván, és valamiképpen önmagával hozza kapcsolatba a hitet. És még azt is, hogy az élet célhoz hozzá tartozik a hit, mert boldog az, aki nem botránkozik meg benne, boldog az, aki úgy is hisz, hogy őt nem látja. Hát ezt mondja a kétkedő Tamásnak, hogy boldog vagy, mert hittél. De még boldog azok a boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek. Az nem azt jelenti, hogy azok teljes bizonytalanságban vannak, hanem akik hisznek mások tanúság tevő szavára. Mert bennük bizalom él, hogy elfogadják azt, hogy Szent Péter azt mondta, hogy mi találkoztunk a föltámadt Krisztussal. És a kereszténység ettől kezdődően a hitet Jézus Krisztus személyére koncentrálja. Miért? Mert benne megvallotta, hogy ő az Isten fia. Tehát a mi hitünk is ugyanúgy Istenre irányul, mint a monoteista vallásoké, de nálunk Jézus Krisztus személye az, aki ezt az isteni jelenlétet, mint egy kézzel foghatóvá és valóságossá teszi. Ezért a mi hitünk egyrészt a Jézus Krisztust hisszük, tehát hisszük Jézus Krisztust, hiszünk Jézus Krisztusnak, és hiszünk Jézus Krisztusban. Ez nem szószaporítás, hanem finom, árnyalt különbsége annak, hogy elhisszük azt, amit Jézusról az egyház tanít. Egyébként ugye, hát annyi mindenféle gondolat kóvályog most is, hogy pártus herceg, meg mi egyebet mondanak Jézusról, rá kell klikkelni a Jézus Krisztus névre a Google-on, és akkor látjuk azt, hogy a legblődebb dolgok ott vannak, mi azt a Jézus Krisztust hisszük, akit az egyház a krédóban, a hitvallásban elénk ad. Jézus Krisztust hiszük. Hiszünk Jézus Krisztusnak. Ez azt jelenti, hogy elhisszük azt, amit mond, hogy annak a tanításnak megvan a maga igazsága és súlya. Tehát amikor azt mondja, hogy boldogok azok, akik ezt és ezt teszik, gondoljuk a hegyi beszéd bevezető soraira, akkor erre emberi egzisztenciát lehet itt építeni. Mert azt mondta Jézus, hogy boldogok, aki az igazságot szomjazzák, majd kielégítetnek. Vagy boldogok a szelidek, mert övék lesz a föld. Boldogok a lélekben szegények, mert övék az Isten országa. Ezt elhisszük. És minden hitvalló erre egy életet is rámert tenni, mert Jézus Krisztusi igazság van benne. És Jézus Krisztusban hiszünk. Valahogy úgy, mint amikor azt mondom, hogy hiszek a barátomban, mert ha nem is voltam ott, de ha ő azt mondja, hogy így volt, én a barátomban hiszek, mert ez biztos, hogy úgy van. Egyébként az egyházat azt hisszük. Nem az egyházban hiszünk, hanem az egyházat hisszük. De nem, ugye, nem úgy, mint Jézus Krisztusban. Na most, hát ez a hit, ez megalapozta az evangéliumokat, megalapozta a kezdődő ősegyház életét, és volt egy apostol, Pál az még aztán külön ki is emelte a hitnek a fontosságát, de mindent a maga szöveg összefüggésében kell nézni. Vajon miért emelte ki Pál annyira, hogy a
cselekedetek nem számítanak, a hit meg számít, és a hit által üdvözülünk. Azt, hogy sola fides, az nincs benne a Szentírásban, sola, hogy egyedül. A hit által, csak hit által. Miért emelte ki? Mert benne volt egy zsidó szokásoktól, hagyományoktól megbékjózott életbe, abban a 613 parancsot még a Talmud által nem tudom mennyi ezerre föltumingolt világba. És azt mondta, ez képtelenség, ez nem jó így. Ő ezt nem fogadja el, hogy így üdvözülünk, hogy mit tudom én, szombaton csak 1000 lépést tehetünk. És ezért állítja szembe a törvénnyel, nem önmagában a törvénnyel, és nem önmagában a cselekedettel, mert Szent Pál is mondja, a hit, amely a szeretet által tevékeny. Ugye? És a szeretet az nála nem érzelem. Az nem az, hogy jó vagy nálam, meg nem tudom ilyesmi, hanem az egy tett Szent Pál apostolnál. És képes volt az életét is feláldozni. És ugye Jakab apostol aztán kiegészít, azt mondja, a hitnek meg kell mutatkozni cselekedetekben, mint ahogy Jézus utolsó ítéletről szóló beszédjénél olvassuk, hogy éhes voltam, s én nem adtatok. Ugye? Tehát ott tettek vannak felsorolva, amelyek a hitből forrásoznak. Mert a hit azért kell, hogy erőt adjon, forrásozzon, és az a hit, amit mi a kereszténységben hitnek nevezünk, az kegyelem, Istentől jön, Istenre irányul vissza, ezért hívjuk isteni erénynek, de ugyanakkor, amíg ezt az utat megjárja, addig tettekben kell gazdagodnia, gyümölcsözővé kell válnia a hitnek, vagyis élővé kell válni, mert a mi hitünk nem olyan, hogy elhiszem azt, hogy teszem azt, egy új bolygón ez és ez van. Hát ha ennyiből állna a hit, akkor mindenki keresztény volna, mert annak semmi következménye nincs az életünkben, hogy most a bolygón van-e kráter, vagy nincs kráter. Itt életformáról van szó, és ezért nagyon nehéz keresztény embernek lenni. Na most aztán a teológia, a gondolkodás, mert mi a teológia? A kinyilatkoztatásról, az isteni szóról való gondolkodás. Amíg Péter apostol, vagy mondjuk egy Márk nyomán, ugye, vagy a Márk Péter nyomán, mert ő volt a tolmácsa, azt csinálta, hogy visszagondolt arra, hogy mi is volt, amikor Jézus tanított, meg cselekedett. Akkor Márknak ezt elmondta, vagy prédikált, azt leírták. Ez volt az evangélium. Visszaemlékeztek arra, hogy is volt. Ebben benne van a Szentléleknek a működése is. De amikor erről elkezdtek gondolkodni, hogy hogy van ez, hogy az Isten örök, hogy az Isten mindenkit szeret, akkor nekünk mit kell tenni? Ez lett teológiává. Az Istenről és az isteni tanításról való gondolkodás. És ekkor már a teológia azt mondta az elején, hogy különböztessük meg a hitben azt, hogy valaki hívő, tehát ez egy cselekvés, és különböztessük meg azt, hogy mit hisz. És ennek a latin szava az volt, hogy fides qua, hogy mit hiszek és hogyan hiszek, mi megy végbe rajtam, ha én hiszek, és egyáltalán mit hiszek. Mert nem mit, hogy mit hiszek. És ez egy hosszú gondolkodási folyamattá vált a mai időkre is, mert az ember élete átalakul, amikor hisz, de hogy mit hisz, mert sok mindent lehet hinni. És ebben benne van ilyen isteni kegyelem, benne van a bizalom, és benne van az értelem is. Mert a mi hitünk értelemszerű meghódolás az Isten előtt. Ezt Szent Pál apostol mondja. Tehát benne van az értelmünk is. És éppen ezért szidja a kora társadalmát a rómaiakat, akik hát borzasztó liberálisak voltak már arra az időre, azt mondja, hogy hát értelmükkel föl kellett volna nekik ismerni, hogy létezik Isten. De nem tették, ezért kiszolgáltatta Isten a saját ösztöneiknek is. Ugyanaz a nagy erkölcsi felfordulás volt a római birodalomban, gondoljunk egy Madás tragédiájának a római színére, mint amit most látunk ebben a világban. Na most, az értelem az fontos a hitben, mert mi nem vagyunk hiszékenyek. Értelmünk benne van. De ugyanakkor nem tudunk mindent értelemmel igazolni, mert akkor nem volna hit. Viszont
A kettőnek ki kell egymást egészíteni, tehát, hogy az értelem, az ember bizalma, és az, hogy igaznak tartom az Isten szavát. Az ősegyház ezzel a nagy hagyatékkal indult el, hogy Jézus Krisztusban felismerte az Isten fiát, azt őt hitte, benne hitt, és ezt adta tovább. És nagyon arra vigyáztak, hogy tiszta legyen ez a hit. Mert a kezdet kezdetén, nyoma van már a Szentírásban is, voltak tévtanítások, azaz eretnekségek. Hát ott a János evangélista már hadakozik a levelében azzal, hogy aki nem vallja, hogy Jézus Krisztus testbe jött el, az már nem jár az igazságnak az útján. Tehát az ősegyház a hit tisztaságára nagyon nagy hangsúlyt fektetett, és aztán később szólássá is vált, hogy az Anyaszentegyház mindig irgalmas volt a rosszul élőkkel, de nem a rosszul hívőkkel. Mert azok elvitték eretnekségbe a dolgokat. Na most ez a hit, ez sok-sok küzdelemben alakult ki, mert Jézus Krisztus személyéről az idők folyamán sok mindent állítottak. Az, hogy nem is volt Isten fia, később vette fel az emberi testet, csak ember volt, a két személy, vagy a két természet teljesen szétvált benne. Mi meg azt mondjuk, hogy teljesen Isten és teljesen ember egy szemébe. És ezt fogalmazzák meg később a zsinatok, a krédók, mert az krédó annyit jelent, hogy hitvallás, de valójában egy ilyen kordáre, ez a szó van benne, szívet adni. A latin rövidítése, hogy adom a szívemet, hogy elhiszem. Na most az első hitvallás az volt, amikor megkérdezik Jézus, hogy kinek tartják az emberek az emberfiát, azt mondja, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ez volt az első krédó. És ezt mindig bővítették, mindig több lett. Úgyhogy volt egy ilyen apostoli hiszekedjünk, és van egy nagy hiszekedjünk. Az apostoli hiszekedj, az ugye a második századból már datálhatóan a keresztelési szentartásoknál mondták. Mi katolikusok a temetőbe szoktuk általában azt imádkozni. A nagy hiszek egyet, hogy világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Ezt a nicéai zsinat hat fogalmazza meg, de még akkor sem, hogy is mondjam, állapodott meg, mert még mindig hozzátették a Szentlélekről szóló tanítást, és így tovább. A zsinatok ezt fokozatosan egyre pontosabban fogalmazták meg számunkra. És hát a hit ebben az időben, még az ősegyház korában, hogy így mondjam, életveszéllyel járt. Miért? Mert üldözték a kereszténységet. Tehát akkoriban hinni legalább olyan nehéz volt, mint a kommunizmus vadító éveiben, az ősegyház korában. Igen ám, de eljött egyszer a felszabadítás kora, Nagy Konstantin által éppen, a múlt évben emlékeztünk rá, hogy 1700 évvel ezelőtt a milánói ediktum egy olyan rendelet volt, ami szabadságot adott a keresztényeknek, később pedig még privilegizált helyzetbe is tette őket. Meg kell mondani, hogy reálpolitikus volt először, csak azért csinálta, mert látta, hogy nagyon sok keresztény van, nem lehet már megoldani a birodalom problémáit, tehát adjunk nekik inkább szabadságot. Bár volt egy látomása jelenése, látta a keresztet, hogy in hoc signo vinces, e jelben győzni fogsz, de az annyira nem volt ő hívő, mert csak a halálos ágyán keresztelkedett meg. De szabadságot adott a keresztényeknek, jogokkal ellátta, ez jó is volt, meg rossz is volt. Jó volt annyiból, hogy nem volt üldözés, és nagy tömegekhez juthatott el így a hit. A nagy tömegeknek azért valamiképpen átalakította az élet szemléletét, életformáját is, de ugyanakkor elveszítette azt az erőt, ami azzal járt még korábban, hogy ki kell állni. Így mikor tömegeket kereszteltek meg, abban nem volt olyan nagy erő abban az időben, mert sok szokás, külső szempont is érvényesült. Hát ugye most itt nagy bajok vannak itt a ukrajnai, meg orosz részen, hát ők úgy keresztelkedtek meg, hogy a Szent Vladimir ott a Nyeperbe belezavarta őket, azt mondja, na, ezt kell hinni, hiszitek? Egy Istenben három személy van, Jézus Krisztus, hisszük, na, nyomás át a Nyeperen. Átzavarta őket, megkeresztelte a népet,
és utána keresztényé lettek, és lassan-lassan alakult a helyzet. Na most ez arra volt jó, hogy valamiképpen szocializálják az embereket, mert még senki nem találta azt ki, hogy hogyan lehet jobbá tenni az embereket kötelező, általános hit és erkölcsbeli oktatás nélkül. Ezt még nem találta ki senki. De ugyanakkor a kötelezőnek mindig van egy olyan jellege, hogy hát, ha lehet kibújunk, vagy nem vallja mindenki ugyanazt. És hát a középkor az ebben telt el, viszont nagyon nagy eredményeket is hozott, hiszen csak átcsorgott a társadalmon, beoltotta az embereket a karitás szellemével, a szeretett szolgálat szellemével, hiszen ekkor alakulnak ki a ispotályok, amik nem voltak korábban, úgy római birodalomban nem voltak kórházak, tehát beoltotta az embereket a irgalmat szamaritánusnak a szellemével, jól lett, lassan tudta őket rávenni az embereket, mert ugye a gyilkosságok napirenden voltak, főként a népvándorlás idején, és mit tudom én, ki kellett jelölni mindig egy napot, hogy ezen a napon, a Treukadei napján nem lehet gyilkolni, mert aki, hogy gyilkol az egész családját, ki kell utána írtani, és úgy fokozatosan vezették őket rá, és lassan átjárta a társadalmat ez a szellemiség, ami megmutatkozott kultúrában, legyen az képzőművészet, irodalom, zene, hát tehát ami úgy átjárta a társadalmat. Mert hát meg kell nézni, a középkor az nem volt sötét, mint ahogy mondják, annak is voltak bűnei, de óriási értéke is volt. Most a kalocsai székesegyházban ásatások folynak, hát előkerült a 13. századi gótikus székesegyház, meg az előtte lévő is, ami még román volt, hát romjaiban impozáns és hatalmas. Olyan mestermunka volt, hogy elcsodálkozik az ember, tehát kultúrát teremtett. De hát minden korszak aztán egyszer csak elfárad, akkor jött a reneszánsz, meg a humanizmus, ami az embert állította középpontba. Ami megint csak jó is volt, meg rossz is. Jó volt olyan szempontból, hogy ráfigyelt az emberre, de túlságosan is középpontba állította az embert, aminek aztán az lett a következmény, hogy kezdte önmagát imádni az ember. És az a Isten felé nyíló képessége egyre inkább ilyen horizontálissá vált, hogy ahogy fedezte fel a világot, annál jobban érdekelte az anyagi világ. Ekkor jön a reformáció, Luther személyessé akarja tenni újra a hitet. És ő nála, hát ugye ez jön elő, hogy bizalom az Istenbe, és az én személyes megváltom, ez tér vissza. De itt kell látni, hogy a reformáció nem azért következett be, mert bűnök voltak az egyházban. Sokkal nagyobbak voltak a 9. században. Sokkal nagyobbak. És az egyház kieverte. De akkor jött el az a szellemi áramlat, amikor így lehetett gondolkodni, hogy én ember, nekem mit mond ez? És Luther korának gyermeke volt, a humanizmus és reneszánsz gyermeke, és akkor keres, hogy hol tudnék én bizonyosságot szerezni, hol tudnék én a bűneimtől megszabadulni. És azt mondja, a hit által. És akkor hozzáteszik, hogy szó az egyedül a hit által, és a személyes megváltóba. Ugye? Így kezdődik ez a vonulata a reformációnak, ami aztán ugyanúgy fölvette az államvallást és tömegdolgokat, mint a addigi egyház, ugye a katolikus egyház, ugyanúgy államvallássá lett sok helyt. No, hát a hit ekkoriban, hát így csörgedezett Európában, és jön az új kor, amikor egy Descartes nevű úr, ismerős a neve neki, természettudós filozófus is volt, azt mondta, hogy legjobb mindenben kételkedni. És annyira elkezdett kételkedni, hogy majdnem elveszítette az Isten hitét. Erre elment Loretóba, ez egy nagy Mária zarándok hely, és ott megerősödött a hitébe. Tehát, hogy mi az a stabil dolog, amit én azt mondhatok, hogy úgy van, ha mindenben kételkedek? Hát azt mondja, az az igazság, hogy én gondolkodom. Tehát, ha gondolkodom, ez egy biztos pont. Cogito ergo sum. Gondolkodom, tehát vagyok. És azt mondja, hát itt van valahol, de érezzük, itt az objektivitás
megint elmegy személyes irányba, hogy mindent kétségbe vonunk, de hát én fölfogok valamit, hát ebben már nem lehet kételkedni, vagy visszatérek rá, hogy most már ebbe is kételkednek. És akkor elkezdődik egy ilyen hittel kapcsolatos kettős érzés. Aztán nem múlik az idő, ugye a Descartes után jön egy Kant nevű filozófus úriember, aki egész életében nem hagyta el Königsberget, egyszer csak, amikor a napóleoni hadseregek jöttek, akkor hagyta el, és mégis olyan fordulatot tett a gondolkodásba, mint addig soha. Azt mondta, mi csak azt tudjuk igazolni, ami fizikailag, tapasztalatilag kimutatható. De ezt mi felruházunk különböző fogalmakkal. És az nem is biztos, hogy úgy van. Mert mi összerakjuk egy ilyen okságelve alapján. Azt mondja, nem biztos, hogy azért dörög az ég, mert villámlott, hanem mi már kettőt összekötjük. Azt mondja, valójában csak arról lehet nekünk fogalmunk, amit tapasztalatilag meg lehet fogni. Istent meg lehet fogni tapasztalatilag? Azt mondja, nem lehet. Mi következik ebből? Az, hogy a tapasztalat és az Isten hit az ketté vált. Ő hívő ember volt még, mert azt mondta, hogy a szívbe írt törvény az őt meggyőzi arról, hogy Isten pedig létezik. Meg talán csillagos ég egy kicsikét. De azt mondja, Istent értelmileg bizonyítani nem lehet. Amit még Szent Pál mondott, hogy értelmileg, hogy értelmes meghódolás az Isten előtt. És a kanti gondolkodás a fölvilágosodásnak lett az egyik oszlopa. És utána jött egy Hegel nevű filozófus, aki mindent összekevert, történelmet, teológiát, filozófiát, mindent. Ez miért fontos számunkra? Mert ez lett a marxizmus alapja, a Hegel gondolkodás. Hegel még azt mondta, hát, valami ős szellem, valami ős ok van. De ez nem más, mint a világ, ami változik. És ez azonos az Istennel. Már az Isten nem egy transzcendens ős oka volt mindennek, hanem a világ vált azzá, és azt mondja, hogy a világ változik, úgy változik az Isten is, és a világ az Isten, tehát panteizmust vallott, hogy a világ azonos az Istennel. És azt mondja, hogy ezeknek az ugrásoknak az, hogy változik a világ, a szellem az oka. És ez majd ki fog csúcsosodni a német szellemiségbe. Amikor azt mondják, hogy mi vagyunk az übermencsek, a legkiválóbb fajta. Mert ehhoz még hozzájött egy kis darwinizmus is. Jött a Marx, hegeliánus volt, átvette, dialektikus ugrások, változik a világ. Csak azt mondta Marx, hogy ezt félre kell tenni, hogy van szellem, anyag van, materializmus van. A matériának a változása okozza azt a nagy fölfordulást, ami forradalmak által, meg minden itt van a világban. És ezért, ugye, aki annak idején tanulta a marxista filozófiát, nem tudta sokszor megérteni, hogy miért állította feje tetejéről talpra Marx Károly Hegelt. Azért, mert azt mondta Marx, hogy a mindenek alapja az anyag. Még Hegel azt mondta, hogy a szellem. De ezek a változások, ezek mindent megmagyaráznak, nincs itt szükség semmiféle Istenre, ez önmagában helytáll. És így jutottunk el ebbe az időbe, erre az időre, hogy egy olyan társadalomba, ahol a természet fölöttinek már nem volt helye. Mert Hegelnél még azt mondták, hát a világ, az egyetem, vagy világegyetem, meg a történelem, az valamiképpen az Isten jelenléte. Marx már azt mondta, hogy egyik se. Az anyag változik, az mindennek az oka és mindennek a befejezése. Nem kell itt se Isten hit, se vallás, se semmi. Legfeljebb még az osztályok harca az az, ami változást hoz a világba. És akkor eljutottunk egy olyan világba, ami aztán hozta a forradalmakat, akár csak egy nagy francia forradalmat, aminek két salapterméke
Bibó István szerint sokak számára ismert ez a gondolkodó, a bolsevizmus és a nácizmus. A két salak terméke a francia forradalomnak. Mert már ezt fejlesztették tovább. Mögöttünk hagytunk két nagy diktatúrát, a náci meg a bolsevik ideológiát, és ott állunk bőrén, és jönnek az egzisztencialista filozófusok, azt mondják, az ember bele van vetve a létbe, itt egyetlen dolog, hogy helytálljunk, nincs itt értelme más semminek. Csak az ember próbáljon meg hősies lenni, és így élje le tisztességgel az életét. Ennek a gondolatnak egy Heidegger volt a nagy ősatja, egyébként ő maga is náci volt, és hogy valahogy a nyilas nóta mondta, hogy röpköd a gránát, 5 perc az élet, és nincs semmi tovább. Ugye, egy ilyen világ lett körülöttünk. Ezt így föl lehet fejteni, ezt a gondolkodást, de aztán jöttek olyan filozófusok, hála Istennek, akik az egzisztencializmust azt mondták, igen, létbe vagyunk vetve, de az Isten nekünk végül is célt ad, értelmet és megokulást, és volt ez a keresztény egzisztencialista vonal. És eljutottunk a mai korba, és azt mondja erről, nemrégiben halt meg egy 3 éve, egy marxistából keresztény hitre tért filozófus, Leszek Kovalovszky, nagyon szeretem, igen szellemes írásai vannak, állítólag a lánya még jobb könyveket ír, mondják a lengyelek. Azt mondja, hogy eljutottunk oda, és most utalok a Descartes gondolkodása, hogy a mai ember abban is kételkedik, hogy kételkedik. Ide eljutottunk. A mai ember abban is kételkedik, hogy kételkedik. A relativizmus diktatúrája. És ezért van az, hogy nyugaton az erkölcsi rendnek nincs szilárd alapja, mert egyrészt kivették alól a megokulást, az Isten hitet, és ugyanakkor, ha mindent lehet ebbe a világba, akkor nincs senkinek igaza. Neked is lehet igazad, neked is úgy, ahogy gondolod, de kimondani azt, hogy ez az igazság nem lehet. Se történelmi dolgokról, se erkölcsi dolgokról, semmiről nem lehet kimondani, és eljutunk a halál kultúrájába, ugye most már oda eljutnak ott a belgák, ott meg hollandok, hogy most már a gyereket is, mert 12 éves korban azt mondja, hogy annyit szenvedek, öljetek meg lehet majd ölni. Eljutottunk ide. Itt vagyunk, és ebben a szellemi légkörben, aminek már egyetlen mozgatója lett az a pénz, benne vagyunk a gazdaság korba, és a liberalizmusba, és az ember tétován áll, nem tudja, hogy hol van a kapaszkodója, hogyan mehetne tovább. És ezért is mondta 16. Benedek pápánk, hogy az embereknek vissza kell térni a hithez, a keresztényeknek is meg kell találni az eredeti hitüket. André Frossard egy ateistából katolikus hitre tért újságíró volt, hozzá kell tenni, hogy az apja nagy kommunista pártitkár volt Franciaországban, nagyon erős volt a kommunista párt a két háború között, meg még utána is egy darabig, annak a fia volt, de megtért. Még a II. János Pállal is egy nagy beszélgetést folytatott hosszú időn keresztül. Ő egy ilyen hitvallást adott ki, hogy azt mondja, hogy az ész nem teszi jobbá a világot. Kell az ész, de nem teszi jobbá, mert az ember fölfedez dolgokat, fölfedezi a számítógépet, beleteszi a vírusokat azzal az észre, fölfedezi az atomerőt, kitalálja az atombombát. Tehát az ész azt mondja, nem tudja önmagába jobbá tenni a világot. És azt mondja, elég tapasztalatot szereztünk már a gyűlöletből, hogy tudjuk, hogy az igazság nem e világból való, nem Istentől való. Azt mondja, az ember gondolatai gyászba döntik a földet, az Isten gondolatai az elfelejtett ünnepek. Az ember nem tudja megoldani a saját életét sem. Hát látjuk, hát mindig háborúság van, hol itt, hol ott, értelmes emberek lövik egymást.
nem tudja az ember megoldani, ha nincs egy szilárd rend. Ez az a paradicsombéli jelképes történet súlyos mondani valója, amikor azt mondja, hogy ez a jó és rossz tudás fája, mondja az Isten, vagyis hogy ő mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert az ember nem tudja megmondani igazából, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert a végén eljutunk oda, hogy a rosszra is azt mondja, hogy jó. Ugye? Tehát most már jó lesz az is, hogy megölhetünk gyerekeket, mert eutanáziát lehet gyakorolni. És úgy néz ki, hogy van egy unió körülöttünk, amelyik erőködik, de még véletlenül se teszi bele, hogy hát nem csak görög-római múlt van, hanem hát az keresztény múlt is volt, de mégse tudja kikerülni. Mert megírják az alkotmányt, és olyan alapértékeket hoznak, amiket ha jól megvakarászunk, rájövünk arra, hogy mind az evangéliumból valók. Mind az evangéliumból, és igazi értelmét az evangéliumban kapja meg. Ja, az Európai Unió alkotmánya az emberi méltóságot teszi az első helyre, hogy minden embernek kijár az emberi méltóság. Hát ezt sajnos nem mindig tapasztaljuk, ugye? Hogy kijárna az emberi méltóság, mert nem úgy bánnak sokszor az emberekkel, még nemzetekkel se, hogy ottan azt a méltóságot megadná nekik. Miért? Mert az hiányzik, amit mi az isteni méltóságnak mondunk, hogy az ember az Isten képe. Ez a mi méltóságunknak az alapja. Saját képére és hasonlatosságára teremtette Isten az embert. Ez persze nem azt kell ezért érteni, hogy van egy festmény, és akkor az Isten úgy néz ki, hanem azok a tulajdonságok, hogy lelkiismeretünk van. Hogy tudunk őszintén szeretni, hogy jó és rossz között különbséget tudunk tenni. Meg ilyenek, ez az isteni tulajdonság bennünk, és ez a saját képére való teremtettség. És Jézus Krisztus nem angyal lett, vagy valami robot, vagy valami zombi, hanem ember. És a méltóságunkat fölemelte. Itt van az igazi megalapozása az emberi méltóságnak. Pedig ez nagyon hangsúlyozza az unió, de valójában evangélium eredetű, és ott találja meg az igazi értelmét. Aztán beszél a szabadságról, hogy jár mindenkinek a szabadság, hát azt is látjuk, hogy ez se tud megvalósulni maradéktalanul. Hát kis népek az unión belül nem kapják meg azt a lehetőségét, hogy saját nyelvükön beszélhessenek a hivatalba. Nem írhatják ki azt, hogy mit tudom én, Dunaszerdahely vagy valami. Hát akkor milyen szabadság ez? Hogy az ember az ősi, tradicionális, nemzeti értékeit nem élheti meg, mert az államnyelvét kell neki beszélni. Hát akkor ez szabadság? Hát nincs szabadság. És az unió szemet huny fölötte. Annak az egyes embernek is meg kell adni a szabadságot. De Jézus nyomán mi tovább megyünk a szabadságba. Nem elég a külső szabadság. Mert attól még, hogy valaki külső szabadságban él, belsőleg rab lehet, gondoljunk egy kábítószeres emberre, egy alkoholistára, de még a dohányzás is jelent egyfajta nagy rabságot, ugye, mert az ember, én azt szoktam mondani, hogy nem az a nagy oka a dohányzás ellenességemnek, hogy káros, egészségileg, pénzre, stb. Ha nincs, akkor hiányzik. Ha valaki rászokott a cigarettára, nincs, akkor nagyon hiányzik, akkor meg van kötve. És ugye, belső kötelékeink vannak. Na most, Jézus azt mondja, mindaz, aki bűncselekszik, szolgálja a bűnnek, hogy ő felszabadít ebből benneket, a belső szabadságra elvisz. Tehát valójában az evangélium az, ami számunkra az igazi szabadságot tudja adni, ugye a Jézusi tanítás valóra váltása. Ez az egyenlőség. Hát az lehetne megint vitatni, hogy megvalósul-e az egyenlőség ebbe a világba. Viszont látjuk azt, hogy ugye még a régi demokráciák is ugye különbséget tettek bizonyos emberek között, mondjuk egy klasszikus görög demokráciában nem volt mindenkinek szavazati joga. Egyébként az idióták azok voltak, akik nem vettek részt a közéletbe. Innét van, ugye, aki a poliszban gyakorolta a jogokat,
meg élt vele, az volt a politikus ember, a közéleti ember, aki azon kívül volt, azt mondták idiótának. Nem volt igazi egyenlőség ebben a világban még. De Jézus nyomán mi azt mondjuk, hogy az ember egyenlő, mert az Isten előtt egyenlők vagyunk, és ugyanakkor a cselekedeteink is azzá kell, hogy tegyék a körülöttünk való életet, hogy személyválogatás nélkül, elfogódottság nélkül adjuk meg a másiknak ugyanazt, amit mi szeretnénk. Tehát az igazi egyenlőséget ilyen formán, hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Ez egy óriási egyenlőség. És hát a szolidaritás eszmély az is ott van az Európai Unió alkotmányába, ami vagy megvalósul, vagy nem. És a szolidaritás az Jézus Krisztus tanításában azt jelenti, hogy amit egynek a legkisebbek közül tettetek, azt nekem tettétek. Ez a motivációja a keresztény karitásznak. Mit Jézus mond? Amit a legkisebbnek, a legelhagyatottabbnak tettél, nem csak őneki tetted, hanem nekem is. Itt van a szolidaritásnak az igazi és teljes kibontakozása. Csak azért mondom el, hogy egy unió az alkotmányában végül is keresztény értékeket tűzött ki célul. Hála Istennek, hogy nálunk az alkotmány egyértelműen kiemeli a keresztény hitnek a fontosságát. És hát így értjük meg, hogy egy olyan világban, amelyik a mindennapok hitét is már kezdi elveszíteni, nem különben a vallásos és Istenbe vetett hitet, akkor nagyon nagy szükség van arra, hogy a hitnek a fontosságáról gondolkodjunk, és keressük meg azokat a lehetőséget, ahol a hitünk megerősödik. Ferenc pápa, ahogy elkezdte a szolgálatát, Péteri szolgálatát, a Lumen Fidei, a hitnek a világossága kezdetű, és kis könyvecskét adta ki, és azt mondja, hogy vissza kell mennünk a hit sajátos világosságához, mert nélküle az összes fény kialszik. Tehát a hit olyan, mint a világosság, az emberi életet, a társadalmat értelmezi, és értelmes úton, programot adva segíti. És hogy ennek Istenből kell fakadnia. Mert az a hit, amit mi, hát vallásos hitnek mondunk, azt isteni eredetűnek mondjuk, hogy tőle indul ki a kegyelmével, és rá irányul vissza. És hát keresztény embereknek a kötelessége, hogy imádkozzanak a hit kegyelméért, mert a hitet sajnos el lehet veszíteni. A hitet cserépedénybe hordozzuk, mondja Szent Pál. El lehet veszíteni a hitet, őrizni kell a hitet, és hogy az apostolok mondták, hát nekünk is ilyen imádságos formában kell kérni, hogy Uram, növeld bennünk a hitet. Köszönöm szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás, békesség, erős vár a mi Istenünk. Köszönöm.